Én is tudom nagyon jól, hogy ezt a témát sokszor leírtam, és ilyen spirál csapdában forgolódok, hogy a teremtő, és én amikor fent voltam a túlvilágon, vagy lent, vagy oldalt, vagy nem tudom, jobbra-balra, akkor tulajdonképpen egy éven keresztül, per sat egy évig, éjjel-nappal, és anélkül, hogy levegőt vettem volna, töltés nélkül tüzetem, és abszolút hülyeségeket. Lehet, hogy csináltam valami értelmeset, és véletlenül, de most már, hogyha megnézzük a politikai szereplőket, akik előbb bukkantak, és akik onnan származnak, nem tudom, hogy melyik Trump értelmesebb, vagy Putyin, vagy Osama, vagy Obama. Na, ez most nem vitatkozunk, de e körül, amit az előző videóban ezt már sokszor, szóval rég forgok ebbe a csapdába, ebbe a spirálba, ez. Szóval ezzel minden nap találkozok, hogy minden nap jön egy ismerős, és félre beszél. Tetszik tudni, vagy félre cselekszik. A cselekedet is egyfajta beszéd, kommunikáció, ugyebár. És akkor jönnek ezek, és félre kommunikálnak. Ő irányítja. Szóval én nem tudom, hogy hova bújjak előlük. El kell bújjak a saját régi jó ismerőseim elől. Most már jók, mert jó, hogy áttértem, most életmódot változtattam, és annál rosszabbul egyezek a magyarokkal. Hogy átmentem ebbe a sátoros életmódba, de attól még jobban lehetnék, nem annyira rosszba, hogy szóval a túlvilágról, mint elvenném az eszüket, nem tudom, hogy ezt mostan, és ezt tudatosan csinálom, mármint akkor, amennyire tudatom, magamnál voltam. Majd amikor népszerűbb leszek, akkor majd nyilvánosan meg fogok kérni mindenkit, hogy nézzék el ezt nekem, hogy milyen marhaságot csináltam. Mert ez nem is marhaság, ez annál több, ez marhaság a köbön, a 13-on. Ökörség és házi állatság, és stb. Közben próbálom a kalapokat, hogy melyik jobb, ez egy kicsit nagy ez a csákó, mert újságpapírból próbáltam egyszerre, az meg túl kicsi, és nincs újságpapírom, nincs is, úgyhogy most ez mintha jobb lenne, de ez mindig kell szellőztetni, szóval erre a szellőztetésre most jöttem rá, hogy így, hogy járjon a levegő.